1 millió négyzetméter. Ekkora a Szekszárdon található zöld felület. Ennek a területnek a gondozására keresnek most közel 20 fő munkavállalót a Városházán. A felvételt nyerő munkatársaknak így egész évben biztos megélhetést tud majd nyújtani a Városháza. Amikor ez az úgynevezett szezonalitás lemegy, akkor ez a létszám, ez a téli, tavasz eleji időszakban én azt gondolom, hogy minőségében fog tudni hozzátenni a zöld felület fenntartáshoz. A megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében a polgármesteri hivatal jelentős eszközbeszerzést is kezdeményez. A gépek beszerzésénél is olyan eszközöknek a közbeszerzését kezdeményeznénk, hogy ezek az eszközök ne csak fűnyírók legyenek, tehát ne csak fűnyírásra, hanem adapterek kezelve szinte kommunális gépek lennének, tehát akár a sikosságmentesítésbe, járdatakarításba, lombgyűjtésbe is részt tudjanak venni. Az állásokra jelentkezni postai úton Szekszárd megyéjogú város polgármesteri hivatalának címzett önéletrajzal, vagy pedig a dokumentumot személyesen leadva lehet. Részletes információt pedig a 74-es körzet 504-240-es telefonszámon adnak a Városháza munkatársai. A zöld felület gondozást Szekszárdon eddig külső cég végezte. Most, hogy az önkormányzat veszi át a feladatot, a megyéjogú város vezetői arra számítanak, hogy sokkal jobb minőségű lesz az elvégzett munka. Ez a döntés megvan, bízunk benne, hogy ebből minőségi előrelépés és költség megtakarítás fog megvalósulni. Ez a tervünk, ezt szeretnénk. Gyakorlatilag még szebbé szeretnénk tenni a városunkat, és gyakorlatilag az aktuális feladatokra időben szeretnénk reagálni. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai tehát várják az állásra jelentkezőket.